esti webkonferencián a térdizületet érintő tüneteknek az okait fogjuk megkeresni a germán gyógytudomány szerint, és nyilván megtaláljuk az okokat, akkor a megoldásba is bele tudunk fogni. Nos, a germán gyógytudománynak az atya, mint tudjuk, dr. Rike Gerdhammer, aki azt írta, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek szánta, akiknek szívük és józan eszük van. Ez teljesen egyértelművé válik, mikor megismerjük már az első biológiai természettörvényt, mert a konfliktusainknak a megoldása érzelmi szinten kell, hogy megtörténjen ahhoz, hogy a megoldás valós megoldás legyen. Hammer doktor germán gyógytudománynak nevezte a tudományát. 2004-ig még új medicina volt az elnevezés, az aranykönyvének a címe az új medicina hagyatéka, de hogy idézzem Hammer doktort, annak a ténynek, hogy az új medicinát germán új medicinának nevezte már, ez a GNM, csak egy oka volt, mert időközben az úgynevezett alternatív terápiák, mint egy 15 irányzata, szintén új medicinának hívta magát, mert a nevet nem lehetett levédeni. Tehát új nevet kellett találnom, mivel ezt a medicinát Germániában a költők és gondolkodók, zenészek, feltalálók és felfedezők hazájában fedezték fel, amely ráadásul szinte az összes európai nyelv anyja, ezért germán új medicinának neveztem el. Azóta a szekta szellem mellett még antiszemitizmust is tulajdonítanak nekem. Szóval tudjuk akkor, hogy meg tudjuk különböztetni bárki által új medicinának nevezett tudományát a germán gyógytudománytól. Nagyon sokan hivatkoznak Hammer doktor munkásságára, de valójában az, hogy ki képviseli és ki nem képviseli Hammer doktort, az kiderül rögtön abból, ahogyan beszél róla, és abból, ahogyan a forrásait felhasználja. A természet működésének a törvényeit Hammer doktor 5 törvényben írta le. Az első törvény feltárja magát az okot, ami a DHS vagy Dirk-Hammer szindróma. A második természettörvény leírja, hogy miként zajlik le. Ez az értelmes biológiai különprogram. A harmadik törvény leírja, megmutatja, hogy mi történik a két fázis alatt. A negyedik törvény leírja, hogy kik segítenek a programok megoldásában, és az ötödik törvény rámutat az értelmére ennek az egész folyamatnak, ami a testünkben zajlik biológiai szinten. Nos, Hammer doktor a DHS kritériumait a saját élete történetén, tapasztalatán fedezte fel. Ez a DHS Dirk-Hammer szindrómát jelent, és itt látjuk ezen a képen Hammer doktornak a 19 éves fiát, Dirk-Hammert. A DHS, a Dirk-Hammer szindróma Hammer doktor fiának a nevét tartalmazza, az ő tiszteletére és emlékére nevezte el Hammer doktor azokat a kritériumokat, amelyek elindítanak bennünk egy eddig betegségnek nevezett értelmes biológiai különprogramot. Nos, egy ilyen értelmes biológiai különprogramnak az alapja mindig a félelem. Vagyis egy olyan érzelem, egy olyan negatív érzelem, ami váratlanul, meglepetésszerűen érkezett, mint derültékből a villámcsapás, és ezt elszigetelten, magányosan éltük meg. Ilyen történet az életünkben bármikor előfordulhat, még nem találtam biztosítót, aki hajlandó erre biztosítást kötni, hogy ilyen az életünkben nem lesz. Viszont van egy nagyon fontos dolog, ami tőlünk függ, és ez pedig az, hogy mikor lépünk ki ebből az érzelmi állapotból. Vagyis meddig maradunk benne a konfliktusban.
ameddig benne vagyunk a konfliktusban, addig ez az érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével fog szervi elváltozást elindulni. Hámer doktor lélek-agyszerv tengelyről beszél, a magyar nyelv sajátossága, hogy lelki megrázkódtatásokról beszélünk, holott itt egy érzelmi megrázkódtatásról, mégpedig egy félelemről van szó, ezt ne felejtjük el. Bárki jó hírt fog kapni, attól nem lesz semmilyen különleges programja, nem fog belebetegedni, ha jó hírt fog kapni. Viszont az a nagybetűs lélek, az köszöni szépen jól van, az érzelmi megrázkódtatás viszont az agy közvetítésével elindítja a szervi választ, és ez a gondolkodás egy teljes paradigmaváltás a medicinában, mert nem az a kérdés, hogy hogyan csillapítsunk fájdalmat, vagy kinevezzük a tüneteket, magukat a tüneteket betegségeknek, hanem megkeressük a valós kiváltó okokat. Na most abban a pillanatban, amikor egy ilyen váratlan eseményt megéltünk, akkor kérem szépen kialakulnak a sinek. Erről egy külön webkonferenciát fogunk találni, már fent van a YouTube csatornán és a weblapról is elérhető, ugyanis a sinek azok a körülmények, amelyeket mi rögzítettünk a konfliktus pillanatában, és ezek a sinek emlékeztetni fognak minket arra, hogy nem oldottuk fel érzelmileg a konfliktust. Tehát, ha kimegyünk az élővilágba, kimegyünk az erdőbe, és ott mondjuk a nyuszi váratlanul egy róka által meg lett támadva, de megmenekült, akkor ő abban a pillanatban, amikor rátámadtak, rögzítette azokat a körülményeket, amelyek között ez a támadás történt. És azért lényeges, hogy a körülményekre emlékeztető információk hatására ő újra menekülni kezdjen, hogy ne azzal foglalkozzon még, hogy hol van az a róka. Ennek tehát a túlélésben hatalmas szerepe van. A probléma csak az, hogy lehet, hogy a nyuszinak sin, egy-két-három sin van a fejében, de a mi fejünkben pályaudvarok vannak, mert rengeteg feloldatlan konfliktusunk van, ami viszont már meghatározza még a viselkedésünket is. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem a sinekkel kell foglalkozni, a sinek eltüntetésével, hanem a sineknek örülni kell, mert pontosan rámutatnak arra, hogy milyen körülmények közt éltem meg én azt a bizonyos konfliktust, amit fel kéne végre valahára oldani. Az értelmes biológiai különprogram elnevezés egy nagyon-nagyon jó megnevezés Hammer doktortól, mert értelme van mindennek, ami a szervezetünkben történik. Nincsenek ismeretlen, meg gyógyíthatatlan betegségek, esetleg gyógyíthatatlan betegek, mert nem hajlandók változtatni a gondolkodásukon, a hozzáállásukon, nem hajlandók lezárni békével a napjait. Vagyis az első és legfontosabb megoldás számukra, hogy meg se betegedjünk, lezárjuk békével a napjainkat. De nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek, hanem érzelmileg. Érzelmileg. Ez azt jelenti, hogy megértéssel fordulok az események felé. És megbocsátással, mélyről jövő belső megbocsátásról beszélek. Elfogadom, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy történtek, és elengedem szeretettel mindazt, amit nem tudok megoldani, vagy ami számomra kellemetlen élmény volt. Sőt, a végén még hálát is tudok adni érte. Ezeket végigjárjuk, ezt az érzelmi szintű megoldást, akkor kérem szépen nyugodtan lefeküdhetünk, mert a mai nap megélt konfliktusaink a holnapi napra már nem lesznek hatással. Jó lenne bevezetni azt a gyakorlatot is, hogy új nap, tiszta lap. Nem folyamatosan visszanézünk, és valakinek az orra alá dörgöljük, hogy de te 10 évvel ezelőtt ezt mondtad,
De múlt héten csütörtökön azt mondtad, vagy ezt tetted, vagy azt tetted. Kérem szépen, ameddig egyfolytában a múltban leledzünk, addig az most fog minket megbetegíteni. Ugyanis a nagyokos agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Ezt jó lenne megjegyezni. Az első természet törvénynek, tehát az a gyakorlati jelentősége, zárjuk le békével a napjainkat. Keressük meg a kakiban az aranyat, és adjuk hálát érte. Tessenek megnézni az újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség című webkonferencia előadást, ami csupán a 222. ingyenes előadás volt, amióta keddenként csak germán gyógytudomány előadásokat tartok. A megértéshez jó lesz azt is tudnunk, hogy az egyetlen valóság mindenki számára csak is a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem az számít, hogy én azt miként éltem meg. Ugyanarra történetre különböző emberek különbözőképpen fognak érzelmileg válaszolni. Tehát ha kirúgnak 5 embert a munkahelyéről, 5 férfit, az egyik azt fogja érezni, hogy kész minden elveszett, nem tudom a családomat ellátni. Birtokvesztés, konfliktus, és elindul az angina pectoris. Egy másik ember ezt úgy éli meg, hogy hát úgy látszik, nem érek én semmit, mert mindig, minden rossz velem történik. És ez a központi önleértékelése a derekát fogja szétszedni, tehát derékfájással fog gyógyulni. Egy harmadik ember lehet, hogy makacsul ragaszkodik az igazságához, és már fájni fog a térde, és meg a nyaka is, amikor megoldja. A negyedik ember mondjuk szarul érzi magát, csinál egy vastagbél programot, vagyis egy vastagbélrákot. Az ötödik ember azt mondja, hogy hála Isten, többet ide nem kell bejönnöm dolgozni, mert ez vajon megbetegszik? Nem. Tehát mindig az egyetlen kérdés, hogy az adott tünetek mögött az illető milyen konfliktust élt meg. Ezt csak a beteg tudja elmondani, és ezért mondom azt, és ezért hívom fel a figyelmet arra, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ez nem önvédelmi mondat, mindig ezt elismétlem, hogy vegyük tudomásul, hogy én hiába mutatok rá valakinek arra, hogy mit kéne megbocsátania, elengednie, ha ezt nem teszi meg, nem gyógyul meg. Az az ember se gyógyul meg, aki még önmagához se tud őszinte lenni. És fejtegeti nekem, hogy hát neki pedig ilyen konfliktusa nem volt. Jegyezzük meg, hogy a biológia unalmában nem betegszik meg. Ezt gondolom, ezzel mindenki egyetért, meg örömében sem. Csak is akkor, ha van egy DHS, ami becsapódik. Nos, a tudástár, amit itt látunk a weblapon, rengeteg olyan anyagot tartalmaz, ami háttérinformációt ad nekünk mindahhoz, amit én itt röviden mostan összefoglalok. És a germán gyógytudomány menüpontban természetes olyan anyagokat fogunk találni, amelyek a germán gyógytudomány megértéséhez szükségesek. A első természettörvény bejelentése után már Hammer doktor nagyon feszülten, idegesen mehetett dolgozni, hiszen megmondták neki, ha nem vonja vissza a felfedezését, akkor ott adhatja a munkahelyét. És röviddel az első természettörvény után, természettörvény felfedezése után, ugye ami 1981-ben történt, Hammer doktor a második természettörvényt is felfedezi, mint belgyógyász főorvos, rájön arra, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram. Van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. Ameddig élünk, mint hal a vízben, addig nappal, itt látjuk kék színnel, a szimpatikus idegrendszer, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer hatása érvényesül a szervezetünkbe. Ez annak az idegrendszernek a két végpontja, amiről nincs tudomásunk, mert magától működik, ezért
autonóm idegrendszernek is hívták régen. Tehát senki se tudja most megmondani, hogy az elmúlt egy perc alatt hányat lélegzett, hogy most ebben a pillanatban mennyi a vérnyomása vagy a vércukorszintje, ezeket nem kell tudjuk, ezt a belső autonóm idegrendszer vagy vegetatív idegrendszer irányítja. Igen ám, de mikor becsapódik egy váratlan esemény, ami nem tudok elfogadni, hogy úgy történt, mert nem így képzeltem el, akkor ebben a pillanatban a szimpatikus idegrendszer túlsúlya lesz tapasztalható éjjel-nappal. Ezért van az, hogy éjszaka nem tudom nyugodtan aludni, zakatol az agyam, felriadok álmomból többször is, mert az agyam azon gondolkodik, azon pörög, hogy az a bizonyos félelemmel teli történet, az hogyan és miként lehetne megoldani. Lehet, hogy van valaki, aki most azt mondja, hogy neki ilyen félelemmel teli programja nincs, de ne feledjük el, hogy nem csak a konkrét halálfélelem a félelem, hanem minden konfliktusunk, minden DHS-ünk mögött a haláltól és a faj kipusztulásától álló félelem áll. Viszont ezt nem így fogalmazzuk meg. Hát igen, bosszant az, hogy a testvérem nem azt csinálja, amit tennie kéne az én meglátásom szerint, akkor az vajon miért van? Tegyük fel a kérdést. Mi történik legrosszabb esetben? Az lesz, amit a testvérem akar. Miben érint ez engem negatívan? És akkor a további kérdések, hogy mi történik legrosszabb esetben, ha elvezet minket oda, ha őszinték vagyunk, hogy meghalok. Igen, kérem szépen. Csak hát a biológiánk az a félelmeit úgy mélyen elrejti. Erre mi kitalálunk mindig egy megoldást, hogy mi kéne ahhoz, hogy gazdagabb legyek, hogy biztonságban éljek, hogy boldogabb legyek. Hány feltétele van vajon a boldogságunknak? Annál betegebbek leszünk. És mi biztosítja a kényelmemet? Mert ha a világ ugye úgy működne, ahogy számunkra kényelmes, milyen jó lenne? Hát nem, hát de. De hát ezek a konfliktusok pont azt tudják megmutatni számunkra, hogy hol nem tudom elfogadni a világot, és önmagamat olyannak, amilyen vagyok. Hoppá! Ez a táblázat itt a hátamnál, Hammer doktor tudományos táblázata, pont erre mutat rá. És hajszál pontos biológiai szintű választ adok. Ugye kezdjük érteni, hogy akkor miért kéne lezárni hálával a napjainkat, mert pont azt mutatja meg, hogy hol kell még egy icipicit javulnom az elfogadásban. Szóval nem mindegy, hogy ez a konfliktus aktív fázis meddig tart, milyen hosszú, és mikor jutok el oda, hogy végre lezárjam azt a bizonyos konfliktust, mert ez a tömeg, ami itt van, ugye a hossza, az időbeli hossza, és az érzelmi szintnek a magassága, ez fogja adni a konfliktus tömeget. És ez a konfliktus tömeg, ez már a konfliktus aktív fázisban elindít a biológiában egy túlélő programot, egy értelmes biológiai különprogramot. Amikor megtörténik a megoldás, KM a konfliktus megoldását jelenti, akkor mindaz, amit itt elkövettem a túlélésem érdekében, helyre lesz állítva. És ez a megoldás követő fázis hossza is azért nagyjából attól függ, hogy meddig ültem a konfliktusba. És nem azt jelenti, ha valaki 30 éve cukorbeteg, hogy 30 éven át fog gyógyulni. Ezt ne tessék félreérteni. Minden program eset, minden programnál megvannak azok a specialitások, amik jellemzőek rá, de ne feledjük, hogy itt valahol kívül, felül, a biológia fölött képes vagyok hatni erre az egész folyamatra úgy, hogy ez sokkal, de sokkal rövidebb idő alatt és kevesebb tünettel jöjjön helyre. Ebben segítene mondjuk elsősorban a Hammeri zene, de erről még majd külön szólok. Mi történik, amikor végre megoldja az élet, vagy én magam minél hamarabb, még ma este lezárom a konfliktusomat? Hát a biológia helyre teszi magát, és az eddigi hideg tünetek helyett felépnek a meleg tünetek. A színek erre utalnak, mert a hideg kezem, lábam, az kék színnel van jelölve.
Itt viszont kimelegszem, sőt, lehet, hogy lázam van, lehet, hogy begyullad az ízületem. És ugye, ha van egy ízületi gyulladásom, akkor az piros, az meleg, az duzzadt, az fáj, és az nem működik rendesen. Ezek a gyulladás klasszikus tünetei. És akkor rohanok orvoshoz, mert doki beteg vagyok, gyógyíts meg. Kérem szépen, akkor megyünk orvoshoz, amikor éppen magunktól gyógyulunk. Ezt tessenek megjegyezni. Igaz, hogy szenvedéssel jár, na de ki volt az, aki benne csücsült egy feloldatlan konfliktusba heteket, hónapokat, éveket? A doktor úr, vagy maga a beteg? Tehát ne várjuk azt, hogy az orvos meg fog minket gyógyítani, mert a mai orvosi oktatás nem is arról szól, hogy a beteg meg, hogy az orvos megértse, hogy a beteg tünetei valójában miről szólnak. Ezért nem is tud ő konkrétan olyan segítséget nyújtani, amivel a valós megoldás megtörténne. De megtanítottak arra minket, hogy adjunk gyulladáscsökkentőt, adjunk fájdalomcsillapítót. És nem mindegy, hogy itt milyen, itt az exudatív fázisban éppenséggel milyen gyulladáscsökkentőt veszek. Mert ha ide szteroidot adnak, mondjuk a térdízületembe, azzal mit csinálnak? Visszaraktak ide hormonálisan a konfliktus aktív fázisba, és azért tűnik el a fájdalom. Mert hormonálisan lehet hatni a szervezetre. Ilyen a szteroid. Ha egy egyszerű fájdalomcsillapítót veszek be, akkor még marad a fájdalom, de nem fáj annyira. És ha nem élném meg ezt az egész fájdalmat, oly hatalmas áldozatként, tehetetlenként, meg nem értettként, kirekesztettként, akkor nem gyűjtenék beléje több vizet, mint amennyit a szervezet magától begyűjt, hiszen az exudatív azt jelenti, hogy a sejt közötti térnek a folyadéktartalma megnő, hát ettől duzzad meg, és ettől fokozódik a fájdalom. Nos, ez a duzzanat, kérem, nem csak szerv szinten, hanem agyi szinten is megvan, és ezt itt a két nyíl, a kék nyilak arra mutatnak rá, hogy agyi ödéma lép föl. Ezt gyakran agyi daganatnak fogják a radiológusok nevezni, holott itt csak vízgyülemről van szó, és ez okozza a fejfájást. Ez a vízgyülem az epileptoid krízisben fog kiürülni, mind agyi szinten, mind pedig a szervi szinten, és megszűnik a fejfájás. Persze a relében némi változások történnek, annak lenyomata van, hogy nekem egy bizonyos konfliktusom lezajlott, de ez még nem zavarja az agyi relét abban, hogy folytassa munkáját. Viszont ha elakasztom a gyógyulást, és folyamatosan beindítom, leállítom, beindítom, leállítom, hát akkor annak nagyon komoly következményei lesznek az agyi szövet szintjén is. Amikor meg becsapódik ez a bizonyos konfliktus, akkor látjuk itt ebben a fenti képben, egy pöttyöt tettem a közepére, vagy majdnem a közepére ennek a körnek, hogy körkörös energiagyűrű becsapódását látjuk a koponya CT-n, természetesen csak akkor, ha koponya alappal párhuzamos síkban készült képekről beszélünk, és nem használtunk kontrasztanyagot. Ez a legolcsóbb koponya CT felvétel, csak hát arról győzködnek minket a radiológusok, hogy azzal nem látszik semmi. De hogy nem látszik. Szóval, mi történik az epileptoid krízisben? Mint mondtam, megszűnik a fejfájás, és megszűnik az ízületi vagy a csontfájdalom is. Viszont más szerveknél, mondjuk mélyvénás trombózis pontosan ekkor jelenik meg. Itt még csak gyulladt a véna, itt viszont fellép a trombózis. Vagy leáll a szívem, vagy tüdőembóliát kapok, vagy éppességgel valami nagyon erős görcsöm lesz a belemben, vagy epegörcsöm, vagy vesegörcsöm. Mitől függ az, hogy mennyire fogok itt szenvedni? Természetesen attól, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisba. Vagyis érdemes akkor lezárni békével a napjainkat? A választ adja meg mindenki maga. A epileptoid krízis nem a szivatásunkra van. Azért történik, mert rendbe jön az agy relé. Ez a legfontosabb dolog. Kipréselődik belőle a víz. Újra éljük, átéljük rövidített formában, gyorsított filmen azt, ami itt a DHS-ben megtörtént.
És a lényeg, hogy a végére a víz kiürül szervi szinten is, agyi szinten is. Tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittünk. Azért epileptoid, mert az epilepszia, mint ismert, megoldási fázisban fellépő izomrángatás és eszméletvesztés, ez kérem szépen pontosan ebben az epileptoid krízisben lép fel. Tehát ez a krízis, a gyógyulás krízis szakasza, ez ezért lett epileptoidnak elnevezve, ha szervekről, szövetekről beszélünk, de ha izmokról beszélünk, haráncsikolt izmokról, akkor epileptikus görcsről beszélünk, és epilepsziáról, ha eszméletvesztés is van, meg epileptikus izomgörcs is együtt. Szóval a hegesedési fázis az megint azzal jár, hogy kimelegedünk, kezünk, lábunk meleg lesz, a gyulladás tünetei már hunyóban vannak, de még mindig meleg minden. Miért? Mert a laza szövet, ami létrejött az exudatív fázisba, itt fog megerősödni. És látni fogjuk a mai nap, hogy a kialakult szövet erősebb lesz, mint volt, ha mondjuk a térdizületről beszélünk. És feltehetné mindenki a kérdést, aki először hallja ezt az öt természet törvényt, hogyha ez minden ilyen szépen zajlik le, akkor hogy a fenébe leszünk betegek? Hát akkor miért lépnek fel krónikus betegségek? Na erre is meg fog érkezni a válasz, kis türelmet kérek csupán, oda is eljutunk, hogy ezt mind-mind megértsük. Viszont az, hogy mi történik a konfliktusaktív és a megoldást követő fázis alatt, azt Hammer doktor úgy fejtette meg 86-ban, hogy visszaásott az egyedfejlődés, vagyis az embriológia tudományába. Ebből minden orvos vizsgázott az anatómia keretén belül, és el is gondolkodtam akkor, hogy ezt soha nem fogom használni a receptírás alkalmával, hogy hányadik héten milyen szervünk hogyan alakul ki, mi az, ami kialakul, és mi az, ami visszahúzódik. Miért kell ezt ilyen részletesen megtanulni? Ez első éven tudom biztosan, hogy a fejemben volt. Na most nem írok recepteket, viszont az embriológia az, ami megmagyarázza, hogy adott szinten, adott szövetekben miért történik az, ami történik. Mert ugye van egy olyan, hogy három csíra lemez, ami kialakul azután, amiután a megtermékenyített petesejt a petevezeték két oldalából, tehát egyik vagy másik oldalából nyilván, ha két petői ékrek, akkor két oldalából, tehát leérkezik az anyamébe, és beágyazódás előtt, tehát mielőtt felvennék a kapcsolatot az anyai szervezettel, a méh nyálkahártyájával, ez a rengeteg sejtani úgy néz ki, mint egy málna vagy szeder. Ez átalakul, átrendeződik három csíralemezzé, és ezt látjuk itt bal oldalt ezen a képen, egy metszeti képen. És nagyon jól, didaktikus módon Hammer doktor három szint alkalmaz a sejtek ábrázolására. Belül van sárga színnel a belső csíralemez, kívül van piros színnel a külső csíralemez, és középen van narancssárgával a középső csíralemez. Gondolom ez nem jelent semmi nehézséget, viszont ezekből a sejtekből csak bizonyos sejtek fognak kialakulni, és ezek egy egész életen át ugyanazt a működést fogják csinálni. Megvan mindegyik sejtnek az idegi központja, ezt látjuk itt jobb oldal, a nyilak ne zavarjanak minket, mert próbáltam, nem csak a nyílirányú metszetet megmutatni, ami itt van, hanem hogyha itt csinálok például egy metszetet, akkor ez a két kép egybecsúszva fog megjelenni, mert ez, ami itt van alól, az pontosan innen hiányzik. Tehát ez az agy, ez az ős agy, elő van az agytörzs, mögötte pedig a kis agy. Ha itt csinálok egy metszetet ezen a szinten, akkor ez a két kép fog megjelenni összerakva, csak itt külön-külön ábrázoljuk, külön a fehér állomány, narancssárgával, és külön pirossal az agykérget. És ezek az agyi szintek megfelelő sejteket szabályoznak, irányítanak egy életen át, és olyan nincs kérem szépen, hogy elbúcsúzik egy sejt, gondol egy nagyot és merészet,
És azt mondja, hogy most már nem belső csíralemezből származó sejt leszek, hanem átmegyek egy másik csíralemezből származó sejté. Ez biológiai képtelenség, és ezt csak azért mondtam el, hogy mértsük meg, hogy áttétek azok nincsenek. Viszont vannak újabb és újabb és újabb konfliktusok, és mivel ezeket az orvos nem érti, hogy mitől lett, de először megállapított egy daganatot, akkor rá fogja fogni, hogy hát a daganatból elkóboroltak a sejtek, és ilyen is olyan dolgok. Ez ilyen a biológiában nem létezik. A harmadik természettörvénynek a lényege arról szól, hogy az embriológia szerint kialakult sejtjeim kétféle dolgot tudnak csinálni. Vagy a számukat szaporítják, vagy a működésüket változtatják. És ebből akkor három lehetőség van. Vagy szaporítom a sejtek számát, vagy csökkentem a sejtek számát, vagy a működést módosítom. Tehát láthatjuk, hogy az agytörzs és a kisagy által vezérelt értelmes biológiai programoknál mindig először sejteket szaporítok számbelileg, majd a megoldás követő fázisba lebontom a felesleges sejteket, mert nem tartunk el felesleges sejteket. Ugye ez teljesen logikus. Sejtek sorvasztása, agybelő és agykéreg által irányított programok, amik a sejtekre hatnak, mindig sejtszintű sorvasztással kezdődnek, és a megoldásban a sejtek számát visszahozzuk, visszaépítjük. Gondolom ez is logikus. Harmadik lehetőség. Agykéreg által vezérelt sejtekben működésváltozást, működésnek a csökkentését fogjuk elindítani, fékezését, gátlását a konfliktus aktív fázisba, és ezt a működést helyre fogjuk állítani a megoldás követő fázisba. Én azt hiszem, hogy a világ legegyszerűbb egyenletrendszerét mutattam be, semmilyen előtanulmányt nem igényel, hogy ezt valaki is megértse. Nos, itt jön akkor, hogy miért nem gyógyultam meg, miért alakult ki krónikus betegségem? Hát azért, mert el se jutottam a konfliktus megoldásáig. Mikor fogom megoldani ezt a konfliktus tömeget? Mikor zárom le azt a sértést, amit én itt DHS-ként megéltem? Ez a kérdésem. Mikor fogok megbocsátani a testvéremnek, az anyósomnak, az államfőnek, vagy épp az Európai Uniónak, kinek kivel van konfliktusa? És kérdezem én, ha én nem bocsátok meg valakinek, az kit betegít meg? Őt vagy engem? Remélem a válasz egyértelmű. Tehát ideje lenne lezárjuk békével a napjainkat. Volt egy ilyen előadásom, egy fórum, aminek ez volt a lényege. Függőgyógyulás. Mit jelent az? Ugyan megtörtént a megoldás, mondjam, az élet megoldott számomra valamit, megváltozott némi körülmény, át is billentem a megoldásba, de mit ad Isten, elakadt. Ez nem epileptoid krízis, látjuk az epileptoid krízis, hogy néz ki. Nem kérem szépen, elakadt, mert sínre kerültem, mert nem oldottam fel érzelmileg a konfliktusomat, túl gyakran kerülök sínre, és ez a drága megoldási fázis nem tud kimenni a végéig. Mi lesz a következmény? Hát folyamatos gyulladás, nem? Állandó térdizületi fájdalom, mozgásbeszűkülés, szurkálás, duzzadás hiányzik? Én gondolom, hogy nem. Ezt majd külön részletezem, hogy mindez mit jelent a térdizületnél. Policiklikus lefolyás. Ez az, ami szerintem azért szép, mert nem unalmas. Ugye mindig eljutok a program végére, itt a vége, fuss el véle, de mit ad Isten, újra elindítom. Aztán megint eljutok a végére, megint van egy kis szünet, amikor semmi nem fáj, de újra elindítom. Meddig? Vajon meddig? Ameddig le nem zárom békével a napjaimat, és amíg nem zárom le magát a konfliktust, ha nem találom a konfliktust. Semmi probléma. Nem kell megijedni. Tudom, hogy a tünetek mire utalnak. És megkeresem, hogy az én viselkedésemben vajon ez nem szokott előfordulni? Vajon?
Mert hogy unalmában nem betegszik meg senki sem, ezt jegyezzük meg egyszer és mindenkorra, és hogyha ezt megértettük, akkor megtanuljuk feleslegessé tenni a konfliktusokat. Ott van a bosszankodás és rágódás 12 biológiai természet, 12 biológiai következménye. Megoldásokat is közlök benne. De hát aki nem hajlandó ezt megoldani, annak meg lesz a bosszankodása, és a 12 következményből ki mennyit akar, annyit bevállalhat. Tehát szabad a pálya. A harmadik és negyedik természettörvény szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor, mert ugye megnézi, hogy mi is van ezekkel az úgynevezett mikroorganizmusokkal. Ezek olyan parányi élőlények, akikkel mi tetszik, nem tetszik, együtt élünk, szimbiózisban. Ha ők vannak a segítségünkre, tehát rámutat a negyedik természettörvény arra, hogy kik a segítőink. Hát könyörgöm, a gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok. Hoppá, ezek szerint nem kórokozók? Nem ellenségek? Nem, nem. Azok, akik bennünk vannak, a velünk együtt élő gombák, gombabaktériumok, vagyis TBC baktériumok, baktériumok és vírusok a segítőink. Mit tudnak ezek segíteni? Hát nyilván, amikor felépítettünk egy csomó sejtet a cél érdekében, mert mondjuk szarul éreztem magam attól, hogy pont, aztán megoldódott a történet, és a sógor visszaadta, amit elkért, vagy bocsánatot kért tőlem, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, mi történt, a feleslegessé vált sejteket le fogják bontani a gombák. Egy meldaganatnak, aminek aggódás az oka, az egyik oka. A felszaporított sejteket a gombabaktériumok fogják lebontani, vagyis a TBC baktérium. Mi történik a lebontott sejtekkel? Mennek a kukába? Nem, nem. A nyirokrendszer fogja őket újra hasznosítani. Hoppá! Mert a sejt, a lebontott sejt az érték. Ez olyan, mint a bontott tégla, kérem szépen. Az még érték. És abból még vannak részek, amik felhasználhatók. Nos, amikor túl nagy mennyiségű sejtet kell a nyirokrendszernek feldolgozni, hát nyilván be fel fog duzzadni. És ott is a gyulladás tüneteit fogjuk tapasztalni, de ez nem áttét, ez a gyógyulásunknak a bizonyítéka. Hú! Tehát nem áttéten van, és nem még rosszabb a helyzet, mint volt, hanem épp gyógyulok. Hú! Micsoda különbség! Az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban ugye először sejtet bontottunk, és ezeknek a visszaépítésében segítenek a baktériumok és segítenek a vírusok. Tehát ha a hepatitis C vagy bármilyen más hepatitis vírus kimutatnak, kivéve az A-t, mert a hepatitis A az nem ide tartozik, lásd Májról szóló előadás, szóval ha a hepatitis C-t vagy B-t kimutatják, akkor ez azt jelenti, hogy éppen gyógyulni szeretne az epe kivezető csatornám. Csak még a bosszankodást még mindig nem hagytam abba. Még mindig függő gyógyulásban vagyok. Ezért lesz belőle sok. Vagy éppen, ha a féltékenységét az asszony abba hagyja, akkor a humán papillóma vírus is eltűnik a méhnyak felszínéről, és a méhnyak nyálkahártya hiány az vissza fog épülni. Befejeződik az építkezés. Ugye milyen egyszerű? De, és itt jön a nagy-nagy de, amikor a külvilágból hát küldenek ránk mindenféle kórokozót, valós kórokozókat, na akkor vajon mit csinál a szervezetünk? Hát védekezik, kezicsókolom. Hát nem így lenne, akkor már kipusztult volna az emberiség, nem gondoljuk? Minden, ami bejut a szervezetünkbe, nem a bőrünkön jut be, a bőrünk, ha épp a bőrünk, ott nem megy be semmi. Viszont minden le tudok nyelni, vagy beszívom az orromat. És vannak megfelelő védekezési mechanizmusok a szervezetemben, amivel az immunológia foglalkozik, és vannak ölősejtek, T-limfocita, B-limfocita, stb. Makrofágok. Ezek végzik a dolgokat.
és meg tudják oldani a feladatot. És ki tudok alakítani egy emlékező védekezést egy valamilyen kívülről érkezett fertőzésre, és a szervezetem emlékezni fog rá, hogy igen, ilyennel volt dolgom, mikor legközelebb lesz, akkor azonnal rendelkezésre állnak azok a védelmi eszközök, amelyeket az első alkalommal helyre rendbehozott. A úgynevezett védőoltásoknak ez a mechanizmusa, csak ezek már nem védenek, hanem támadnak. Ez az egyetlen probléma velük, hogy mi van bennük, azt már nem lehet tudni, és innentől kezdve nagy kérdőjelek maradnak a gondolkodó emberek fejében. Akik nem gondolkodnak, mennek és beoltatják magukat. Nos, ezek után tegyük fel a kérdést, hogy van akkor ismeretlen betegség? Van akkor rossz indulatú vagy gyógyíthatatlan betegség? Nincs. Mert ha megértem, hogy mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása, akkor megértem, hogy minden, ami a szervezetemben történik, az ennek a megnyilvánulása. Akkor vagyok beteg, amikor konfliktusban vagyok, amikor zakatol az agyam, amikor nem tudom elfogadni a világot és önmagamat olyannak, amilyen. Na, az a probléma. A megoldásban, amikor végre megoldom, a biológiám helyreállítja azt, amit akkor a túlélésért elkövetett. Ugye, hogy egészen másfajta gondolkodás ez, mint amit eddig megismertünk. Bizonyos konfliktus típusok vannak, amelyek a túlélés érdekében elindítanak bennünk megfelelő szinten, megfelelő helyen sejtszaporítást, sejtsorvadást vagy működésváltozást. Ez a gyönyörű táblázat pont ezt foglalja össze. Az agytörzsről szóló összes értelmes biológiai különprogram sejtszintű szaporítással indul, és a megoldásban le fogjuk bontani a felesleges sejteket. Ide a falat konfliktusok tartoznak, mert valamit meg szeretnék kapni. Vajon mit? Hát bármit, amit én meg szeretnék kapni, az falat konfliktusként fogja föl a nagyokos agyam. Pedig a túléléshez mi kell? Levegő, víz, táplálék, fény, hang. Ennyi kell a túléléshez. Semmi több. Se a gyerekem, se az anyám, se a testvérem, se a szomszédom, se nyugdíjbiztosítás, se befektetés nem szükséges a túléléshez. Jó lenne ezt megjegyezni. A magány és az elhagyatottság, vagyis valamint az egzisztenciális konfliktus, a ja Istenem, mi lesz velem állapot, a leggyilkosabb érzés, mert ezzel visszatartjuk a vizet, és ez hova fog begyűlni? Hát oda, ahol még fut egy gyógyulási program, amit betegségnek neveznek. És nagyobb lesz a térdizületem, mint kéne, hogy legyen, ezt az egészet magányosan élem meg. A kisagy által vezérelt programok szintén ugye sejtszintű szaporítással indulnak, és sejtszintű sejtek lebontásával fejeződik be. A kisagy a vélt vagy valós támadásokkal foglalkozik. Vélt vagy valós támadás, mert az agyunk, mindenki tudja, most már, hogy nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Tehát nem kell engem megtámadjanak, elég ha attól félek, hogy befordulok az utcasarkon és megvernek. Bemocskoltság. Ez is átvitt értelemben értelmezhető, mert az, hogy kiről milyen hírt fognak kelteni, mit sutyorognak a hátam mögött, vagy éppen mit írnak az újságok, hát ez kérem hatalmas probléma. Hatalmas probléma. Ajaj. Ebben aztán érdemes belebetegedni, ezért érdemes csinálni egy melanómás csomót. Bizonyám. A gondozási konfliktus az pedig arról szól, hogy túlzásba viszem az aggódást. Ez hölgyekre jellemző, de férfinál is találtam már meldaganatot, amikor szeretett felesége iránt túl sokáig és túl erősen aggódott. Igen, az aggódás minden esetben a tej, mirigy,
állomány felszaporodását okozza. De milyen érdekes, ha csinálnának egy szövettani vizsgálatot egy várandós asszonynak az emlőjéből, arra nyugodtan rá lehetne mondani, hogy mellrákja van, hiszen akkor is szaporodnak a tejtermelő mirigyek, hogy felkészülnek, hogy tudjanak majd tejet adni a babának. De ezt nem nevezik annak, hát nem érdekes. Az agyvelő által irányított programok itt találhatók a narancssárga oszlopban, a második részben, itt mindig először bontok fájdalom nélkül, aztán visszaépítek fájdalommal. Ma ezzel a csoporttal fogunk foglalkozni, mert a térdizület ide tartozik. Ne feledjük el ezt az egyenletet, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Az agykéreg által vezérelt programok, amik a sejteket érintik, azok is sejtszintű sorvadással indulnak, és a sejtek visszaépítésével fejeződik be. Itt a fájdalom már megjelenhet konfliktus aktív fázisban is. Másoknál megjelenik megoldás követő fázisban. Ez azért is bonyolultabb, mint az eddig elmondottak. És itt van alól a sejtek működésére ható programok összefoglalása, tehát először gátoljuk magát a működést, utána pedig a működést helyreállítjuk. Kérem szépen, ez egy tökéletes táblázat, annyira egyszerű, hogy számomra hihetetlen volt, tehát 2 évig a rendelőben teszteltem, és rá kellett jöjjek, Hámer doktornak bizony mindig igaza volt. Terminus technicusra, tehát orvosi szakkifejezésekkel van teli a táblázat, távirati stílusban röviden fogalmazva, és az embernek nincsenek háttérinformációi, akkor nehezen fogja megfejteni, hogy mit is akart Hámer doktor egy 160x120-as papírlapon leírni. A miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük feleslegessé, ez csupán egy webkonferencia, amit lehet, hogy érdemes lenne megnézni, weblapon elérhető. Hámer doktor téziseit nem a Tübingeni Egyetem igazolta, ahová ő beadta a dolgozatát, hanem a Nagyszombati Egyetem, Törlőnávának hívják, újabb nevén. Ez a Pozsonyi Egyetemhez tartozó rész, és itt végeztek el olyan vizsgálatokat, amit aztán a rektor és egyéb vezető személyiségek igazoltak, hogy Hámer doktornak igaza van. Erről videó bejátszás is történik a képzéseken. Ugye, és akkor elgondolkodhatunk, hogy ez vajon miért van így, ha már elismerték a dolgokat. Miért van az, hogy mégsem ezt tanítják az egyetemen? Hát vajon kinek érdeke az, hogy az ember meggyógyuljon a betegen kívül? Senkinek. Se a gyógyszeriparnak, se az úgynevezett egészségügyi ellátórendszernek, mert ő abból él, hogy a beteg beteg, és még betegebbé teszi. Erre jó lenne rájönni, ráébredni. Soha nem fogja azt mondani nekem az orvos, hogy na menjen haza, meggyógyult, aludjon nyugodtan, hanem még kontrollra vissza kell jönni, mert nem lehet tudni, hogy ebből mi lesz, meg abból még lehet az is. És ha valakinek túl nyugodt az élete, akkor menjen el egy orvoshoz, és meg fogja győzni, hogy egészséges ember nincs, csak nincsen rendesen kivizsgálva. Szóval én úgy gondolom, hogy ha viszont tudom, hogy hogyan működik a biológiám, és tudom, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egészséges maradjak, akkor nincs szükségem felesleges torturákra, amit úgy hívnak, hogy gondozás, és szűrővizsgálatok, és egyebek, és egyebek. De ezt mindenki döntse el maga, mert én már eldöntöttem. A lényeg, amiről ma beszélni fogunk, megtalálható az útmutató az egészséghez című könyvben is, és ebben a testünk önleértékelési térképe is benne van. Amúgy a testünk önleértékelési térképe címmel webkonferenciát mutattam be, ami ingyen megnézhető annak, akit érdekel, nem csak a térdizület, hanem úgy érdekelni az összes izülete, hogy miről szól a bokája, a térde, a csípője, a dereka, a nyaka, a háta, a válla, a könyöke, a csuklója, stb. Meg hát a fejtető. Tehát ebben az előadásban ezt mind megkapjuk.
Az önleértékelésnek a témája, tehát hogy miben írtam le magam, meg fogja határozni azt, hogy a testemnek melyik részét, melyik anatómiai régióját kezdem el lebontani. Mondjuk a lelkismeret furdalás mindig a vállizületet fogja lebontani, és akit ez érdekel, nézem meg az igazság és igazságtalanságról szóló webkonferenciát, mert az igazságban megélt önleértékelésem a nyakamat, az amikor én vagyok máshoz igazságtalan, tehát fordul a lelkismeret, az pedig a vállamat mondja le. Az önleértékelés erőssége meghatározza, hogy milyen szöveteket bontunk le az adott testrészen. Vajon milyen? Hát azokat a szöveteket, amelyek a bőröm és a belem közt foglalnak helyet, ne felejtjük, hogy egy külső csiralemez bőr, belső csiralemez a szájüregtől a végbőnyilásig tartó hosszú cső, hát és a hozzá tartozó mirigyekkel, hasnyálmirigy, máj, nyálmirigyek és egyebek. Tehát a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontszövetet fogja érinteni, a legenyhébb önleértékelés pedig a kötőszövetet és zsírszövetet. A köztelevő, mondjam azt, hogy puha vagy lágy szövetek, azok egy közepes erőségű konfliktusra fognak bomlani, és itt vannak az ízületek és ízületi szallagok, vagyis a térdizület, itt van, kérem szépen, és a vér és a nyirokerek. Az izmokhoz kötött önleértékelésben azért mindig a mozgással kapcsolatos érzés van. Tehát ha nyelvtanilag fogalmazok, akkor igéről van szó, és ez lesz az, ami az izmokat érinti. Nos, ezeknek a testi elváltozásoknak megvan az agyi képviselete. És láthatjuk, hogy itt a koponyától egészen a lábam ujjáig minden, de minden testrészemnek megvan a képviselete. A térdnek, kérem szépen, itt lesz a kérgi képviselete, jobb és bal oldalon. Amit tudnunk kell, és azt a táblázatnál nem mondtam el, a kezűségnek a kérdését. A kezűség nem azt jelenti, hogy kezesnek megyek valakinek a bankba, hogy tartom a hátam, ha nem fizet, hanem itt biológiai kezűségről van szó, és ez egy nagyon, de nagyon fontos történet, mert a jobb kezesnek, annak minden partner oldali konfliktusa jobb oldalt fog megjelenni, a balkezesnek pedig baloldali tüneteket fog okozni, és ki a partner? Mindenki, aki nyilván nem én vagyok, nem az anyám és nem a gyerekem. Az anyám, gyermekem és rólam szóló konfliktusok az ellenkező oldalra csapódnak be, tehát jobbkezesnek bal, balkezesnek jobb oldalra. Ezt a tapstesztel lehet tisztázni, de nyilván, ha valaki elmondja, hogy a makacsága kivel kapcsolatos, vagy a lelkismeret furdalása kivel kapcsolatos, akkor már a szervi megjelenésből tudjuk, hogy milyen kezes. A kezűség nem változik egy életen keresztül, és ez egy nagyon fontos történet a germán gyógytudományban. Nos, a térdizületet, hogy megismerjük egy kicsit, hoztam egy rajzot, és csak nagyon vázlatosan annyit kéne tudjunk, hogy a testünknek a legnagyobb méretű, legtömegesebb ízülete, és hát azért elég bonyolult is. A két leghosszabb csontot köti össze a szemcsontot, és alatta pedig a sípcsontot. Na most a ízfelszínek, tehát a hosszú csontoknak a vége porccal van, üvegporccal, kemény porccal van befedve. Na most, ha összeteszem a két csontot, akár egy csontvászon, a térdizületet és a térdizületben résztvevő két csontot, a combcsontot és a sípcsontot, hát azt fogjuk látni, hogy valahogy nem stimmelnek, tehát
Csupán a csontokat, ha összerakjuk, nem értjük, hogy ez hogy működik. Igen, kérem szépen, a porcok, amik rajta vannak, azok az ízfelszíneket ilyen meniszkuszok, vagyis külső és belső porcgyűrűk egyenlítik ki. És ezen kívül ugye minden ízületnek van ízületi tokja, és van tokon kívüli szallag, és van tokon belüli keresztszallag. Na, így már más a gyerek fekvése, hogy azt szokták mondani, és ne feledkezzünk el a térdkalácsról sem, aminek a szerepe az, hogy a comb izomzatot, mármint a comb előső izomzatát, a négyfejű combizomnak, a húzó erejét át tudja kapcsolni a szervezetem a térdkalács segítségével, ezt a húzó erőt át tudja kapcsolni ide. És akkor, amikor ez összehúzódik, akkor a lábam, vagyis a lábszáram az kifeszül. Amikor hátul húzódnak össze az izmok, ugye, akkor mi történik? Akkor a lábszáramat behajlítom. És ahhoz, hogy rendesen tudjam tartani magamat, hogy a testsúly rajta van, hát ahhoz igencsak stabil kell legyen ez az ízület oldalról is, és előrébb sem mehet, meg hátrébb sem mehet. Tehát ez nagyon pontosan megvan minden ízületnek, természetesen a hajlítás, a feszítési szöge, és a többi, és a többi. Ilyen apróságokban most nem megyek bele, csak azért árultam el néhány ilyen dolgot, hogy azért tudjuk elképzelni, hogy ez egy nagyon, nagyon pontosan kitalált ízület. És nagyon-nagyon jól meg van szerkesztve, sokkal jobb, mint amit az ember aztán fémből előállít, és helyébe bedezi. Akkor jussunk el a lényegre, mi az, amivel szét tudom én szedni a térdizületemet? Mi az a bizonyos DHS? Á, kettő is van belőle, amit látjuk. Az egyik a sportban megértő leértékelés, a másik pedig a rugalmatlanság, vagy mondjam úgy, hogy makacság, vagy mondjam úgy, hogy kitartóan ragaszkodom az elképzeléseimhez. És ez gyakorlati tapasztalat minden esetben, hogy nem csak a sportban megélt önleértékelés az, ami érinti a térdizületet, hanem a mi rugalmatlanságunk, vagyis makacságunk. Mi történik a konfliktus aktív fázisban? Fájdalom nélkül sorvasztjuk a szöveteket. És mi van, ha nem oldom fel a konfliktusomat, hanem folyamatosan makacs vagyok. Ez a függő konfliktus aktivitás. Teljesen elsorvasztjuk, kérem szépen, a porcszövetet. Teljesen. Fájdalom nélkül. Recsegni, ropogni fog a térdem, de nem fáj. Hát akkor hajrá! Csináljuk tovább úgy, mint eddig, nem? Aztán, ha megoldódik az a bizonyos makacság, vagy sportban megjött önleértékelés, akkor megjön a fájdalmas visszaépítés duzzanattal. Természetes, úgy, ahogy azt elmondtam a bevezetőben. Az epileptoid krízisben eltűnik átmenetileg a fájdalom. Azt hiszem, hogy na végre meggyógyultam, és akkor jön a hegesedési fájdalom, hegesedési fázis ismét fájdalommal, de a szövetek erősebbek lesznek, mint voltak. Ez a biológiai értelem. Ezért történik az egész. Mert az önleértékelés a biológiám számára azt jelenti, hogy le kell bontani azt, ami nem jó. És kell helyette építeni erősebbet, nagyobbat. És ez történik. Na most viszont, ha beteszem a magányosság érzését, az elhagyatottságot, a társas magányt, a vesegyűjtő csatorna szindrómát, ha aktiválom, germánosan fogalmazva, hatalmas térdizületi folyadékgyűlöm fog kialakulni. Úgyhogy, ha valakinek teli van vízzel a térdizülete, akkor gondolja el, hogy elég a szenvedésem úgy felfogni, hogy ahogy én szenvedek, nem szenved úgy senki. Vagy a térdizületem duzzanata miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, és ezt nem tudom elviselni. És akkor felduzzad a térdizületem,
Viszont már elkezdem bontani a csípőizületemet is. Szóval tudjuk bonyolítani a dolgokat, és ha nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnék ebből az áldatlan helyzetből végre kilépni, tovább menni, kiugrani, akkor már a boka ízületemet is bontom. Szóval mondani szokás, hogy a baj nem jár egyedül. Nem. A hülyeségünk nem jár egyedül. Mert ha tudom, hogy éppen a fájdalom alatt visszaépítés történik, vagyis gyógyulok, akkor már segítettem a biológiámat abba, hogy be tudja fejezni ezt az egész gyógyulási folyamatot. Meg a Lomán konstelláció, ugye, amikor a, mondjam azt, hogy a középtenger két oldalán egyidejűleg található egy-egy feloldatlan konfliktus, az viselkedés változáshoz vezet. Erről van részletes webkonferencia, de itt kiragadtam csupán azt, amikor makacs vagyok a gyerekemmel szemben, makacsul ragaszkodok hozzá, hogy már pedig neked ezt kell tenned, mert ameddig az én kenyeremet eszed, azt csinálsz, amit én mondok. És makacsul ragaszkodok mondjuk a munkahelyemen, az igazságomhoz, hogy már pedig ezt a folyamatot úgy kell megoldani, ahogy én ezt javasoltam. Semmi probléma. Ebben az esetben jön a megalomán konstelláció, vagyis kiemel a hajamnál fogva kiemel a biológia, és pontosan, hogy fordítva élem meg a dolgokat. Én makacs? Hát én vagyok a világ legmegértőbb embere. Hát ilyet nem mondjon rólam senki, hogy én makacs. Na, ilyenkor szokás megkérdezni a barátokat és a családot, mert ők azért kívülről, ugye a külső szemlélő mindig tisztábban látja, mint az, aki benne van nyakig vagy fejtetőig a kakiban. A szépsége ennek a megváltozott hozzáállásnak az, hogy a konfliktus aktív fázisban a szövetek lebontása mérsékelt fokú lesz. Tehát nem bontunk le annyi szövetet, mintha csak egyik vagy másik oldalon élném meg a makacságot. Mert a viselkedés változással pontosan abban segítek, hogy ez a bontás ne történjen, ne menjen tönkre mindkét térdizületen. Mert ugye a túlélésemet az nem biztosítja, ha mindkét térdizületen tönkre megy. Tehát megváltozik a viselkedésem, és ezzel már lefékezem a térdizület további bontását. Viszont, amikor megoldódik, akkor a szövetek visszaépülnek. És hát a viselkedés változás a program végéig tart. Hoppá! Tehát mikor fog valakinek ez a hozzáállása megváltozni? Valószínű, amikor az édesanyjával legalább feloldotta ezt a konfliktust. Van, aki az anyja halála után is makacsul ragaszkodik hozzá, de anyámnak azt kellett volna tenni, amit én mondtam, de nekem volt igazam, és nem anyámnak, és még mindig veszekszik vele, lehet akkor is, amikor kimegy egy évbe egyszer a temetőbe. Vannak ilyen emberek. Tehát ameddig a gondolkodásunkon nem változtatunk, addig nyugodjunk meg, semmi nem fog megváltozni. Ezeknek a megalomán konstellációknak mindig más és más tartalma lesz, más lesz a tartalma, ha a két válizületet érinti, más, hogyha a szívizomzatot érinti. Tehát azt nézzük meg a szívről szóló webkonferencia anyagban. Egy érdekes betegséget hoztam első nekifutásra, mert ez a fiatalokat, a gyerekeket érinti, 11-14 éves kor között szokott megjelenni, és ennek is ugyanaz a története, mint amit eddig elmondtam, tehát sportban megjött önleértékelés, és vagy magasság. Miért nincs joga egy gyereknek mind a kettőt megcsinálni? Teszem azt, a magasságát feloldotta az anyjával kapcsolatosan, megbeszélték végre a dolgokat, és ő szépen lassan kezd visszaépülni a térde. De ezt nem érzi, csak akkor, hogyha megterheli. És tornórán kiderül, hogy ő nem tud úgy futni, mint a többiek, mert ha fáj a térdem. Erre megél még egy konfliktust.
mégpedig önmagával kapcsolatban, ugye, anya-gyerek önmagam ugyanaz az oldal, hogy én már a sportban nem vagyok olyan jó, mint voltam. Tehát mind a két történet játszhat a gyerekeknél, legjobb lenne ezt a makacságra odafigyelni. Igen, van a dac korszak, amikor a gyerek azért is, vagy azért se azt csinálja, amit, de megfelelő kommunikációval, ez a szívtől szívig kommunikáció. Igenis, a gyerekkel mindent meg lehet beszélni. Látható a röntgenképen, hogy mi történik. Csontelhalási folyamatok indulnak be. És ugye ide előre, ugye itt van a patella, vagy a térkalács, ide előre fog hatni a négyfejű combizom. Ez fogja húzni, hogy kiegyenesítse a lábát az embernek. És hogyha itt elindul a csontnak a sorvadása, hát nyilván egy erősebb, egy megerőltetésre, hát képes leszakadni a belefúródó, beleszövődő inszalag, meghúzza, olyan ez, mint mikor megreped a fal. Nos, a megoldás követő fázisban ugye vérerek törnek be a csontba, és új csontsejtek képződnek fájdalommal. Ezt leírja a szakirodalom, szó szerint ugyanígy. Nincs ezzel semmi baj, csak hogy ez nem betegség. Ez épp a gyógyulásnak a folyamata. És azt is leírja a szakirodalom, hogy ez a folyamat előfordul más helyen is a testünkben, csigolyák, lábtőcsont, combfej, felkar, stb. Nyilván a megfelelő DHS után ugyanilyen dolgokat ott is meg fogunk tapasztalni. És honnan jövünk rá, hogy éppen Schlatter-Osgood betegsége van a gyereknek? Hát az, hogy a térd alatti része megduzzad, fájdalmas, terhelésre fokozódik a fájdalom, vagy lehet, hogy nem fáj úgy magától, de amikor elkezd ugrálni vagy futni, akkor megjelenik a fájdalom. Miért van ez? Mert függő gyógyulásban van, a dolog nincsen megbeszélve. Lezárnánk a dolgokat, jó lenne. Tehát nem a növekedéssel van ez kapcsolatban. Feledjük el, kérem, a növekedés az nem okoz fájdalmat. Jó? Ennyi. Térdizületi sérülések nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát a balesetek, a sérülések, hiánybetegségek, mérgezések, sugárzások nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, és annak nincs is Hámeri Góca. Viszont a sérülés következtében megélt önleértékelésnek már lesz Hámeri Góca, tehát az már lélek vagy szerv szinten zajlik le, és ezért hoztam ide be a térdizületi sérüléseket, mert ez nagyon komoly dolog. Egy sportoló, ha felrúgják, vagy mit tudom én, tönkre megy a térde, mert túl keményen találkozott az ellenféllel. Mit fog megélni? Hát kivonták a sportból. Hú, nem tudok részt venni a bajnokságon. Ha csapatjátékos valahol, kézilabda, foci, stb. És ez az önleértékelés segíti vajon a gyógyulását? Hát pont, hogy nem segíti. Hát pont, hogy nem segíti. Hát, hogy értsük meg, hogy a balesetek következményét azt nagyon gazdagon vagyunk képesek megélni. És a konfliktus aktív fázis, tehát az önleértékelés akadályozza a gyógyulást. Na most tudunk olyan embereket, akiknek összerakják a bokájukat, és a térdük nem ér össze, vagy összerakják a lábukat, alsó végtagjukat, a térdük összeér, de a bokájuk az úgy széjjel áll. Tehát ez lesz az O várusz, vagy az X, vagy válgusz alakú alsó végtag deformitás, nevezzük ezt tengelyeltérésnek. Itt miről szól a történet? Hát a belső vagy a külső porc kopásának az eredménye. Azért lesz ez. Kezdetben csak laza szallagok és laza porcszerkezet van, aztán amikor ez teljesen ott eltűnik, akkor beáll az ég. Hát mit csinál az orvos? Ellenoldalon csinál egy éket és összehúzza a dolgokat, vagy ugyanazon az oldalon csinál egy csontéket, és beletesz valamit. Tehát kérem szépen, ez olyan,
mint amikor én a szekrény sort kiékelem, mert nem állnak össze a darabok, és akkor teszek alájuk éket, hogy vízbe legyen minden. Az ortopédus, tehát fizikai szinten ezt tudja csinálni. Holott nekem kéne leállnom azokkal a problémákkal, amelyek ide vezettek. Mi a kopásnak a tünete? Hát függő gyógyulás esetén természetesen ott lesz a fájdalom. Kezdetben ugye reggel a bejáratás lesz fájdalmas, aztán elmúlik, aztán este megjelenik, hogy már kifáradtam, és biztos azért fáj. Aztán egyre kevésbé tudom használni az izületemet, beszűkül a mozgás, megjelenik a duzzanat, és végül elalaktalanodik a térdem. Na most ilyenkor, hát van fizikális vizsgálat, ugye, bizonyos klinikai próbák, amikkel megnézzük, hogy a térdizület mennyire működik normálisan, tehát egészségesen, és milyen fokokban szűkül be a mozgása, illetve milyen kóros tüneteket mutat, de a röntgen felvételek, illetve a egyéb képalkotó eljárások nagyon pontos képet adnak arról, hogy a kopás milyen fokú, tehát milyen stádiumban van. Felhívnám a figyelmet erre, hogy semmilyen, de mondom, semmilyen porcépítőnek nevezett csodacucc nem segít a térdizület, vagy akármelyik izületnek a gyógyulásában. Úgyhogy amit mi megeszünk, azt lebontjuk alkotó elemeire, az felszívódik, a májba jut, és a máj összerakja azokat a dolgokat, amire szükségünk van. Úgyhogy a megfelelő táplálkozás, az nagyon fontos, és a hasmenésről, hassikarásról szóló webkonferencia előadásban erről részletesebben beszéltünk Rékával. Ez nagyon lényeges, de nem attól megy szét valakinek a térdizülete, mert még nem evett életében kondroszulfát. Utána néztem az interneten, hát csodacuccokkal teli van minden. Van olyan eljárás, és nem akarom nevén nevezni, ami 97 tornagyakorlatnak az ismétlésével, segít azon fizikai szinten, hogy valami rendbe jöjjön. Egy jól felépített mozgásprogram, amikor, hogy mondjam, visszahat a pszichémre, és azt látom, hogy egyre többet vagyok képes megcsinálni abból, amit eddig nem tudtam, akkor nyilvánvaló, hogy ez segít nekem másodlagosan a konfliktusnak a megoldásában. Egy kicsit hosszadalmas, le kell menni izzadni a konditerembe, biztos, hogy jó, tessenek nyugodtan mozogni, a mozgás az mindig jó tesz a szervezetnek, de a mozgás nem oldja fel helyettem a konfliktust, és hogyha sírre kerülök, ugye, mert nem tudatosan oldottam fel, akkor kezdődik a történet előre. Aztán, hogy olyan dolgokat fedeznek fel, hogy csodagél, hogy bekenem, és akkor jön a visszajelzés, hogy 4 nap múlva elmúlt az a fájdalma, ami születése óta megvan, na hát akkor ide ezekre a dolgokra én igencsak kérdőjeleket szoktam betenni, mert tudjuk jól, hogy érzelmileg indítottam el valamit, tehát azt érzelmileg kell lezárjam. Minden külső segítséggel és rögzítés és kímélet az természetes, hogy segít a dolgoknak a megoldásában. Visszahoztam ezt az előző képet. Miről szól a történet? Meg se oldottam a konfliktusomat, kérem. Nem fáj, de laza is kaptam. Minél hosszabb ideig fog tartani ez a rész, annál fájdalmasabb lesz a visszaépítés, ezt most már tudjuk. Úgyhogy a laza szerkezetű térd, a szalagoknak a kilazulása is már azt jelenti, hogy ott nekem van mit rendbe tennem érzelmileg. Függő gyógyulás. Itt állandósul a fájdalom, és ugye ezt úgy fogják hívni, hogy artritis, vagyis izületi gyulladás, gonartritis, az a térdizületnek a gyulladása. Policiklikus lefolyással kialakul az artrózis, vagyis elalaktalanodik a térdizületem, deformitások jelennek meg, és hol fáj, hol nem fáj, hol fáj, hol nem fáj. Tehát láthatjuk, hogy a
program, a DHS az minden három esetben ugyanaz. Az eredmény ugye attól függ, hogy éppenséggel mikor leszek hajlandó lezárni a programot. És gyakori dolog még a térdizületnél a B-kerciszta. Ez tudnunk kell, hogy az ízületi felszíneket szinoviális folyadék tartja nedvesen, és mondjam azt, hogy nevezzük ezt kenőfolyadéknak. Ez itt készül egy tömlőben, az ízületnek van egy tömlője, itt látjuk, nagyon jó ez a rajz, és az a kialakult helyzet, hogy ebben a nyáktömlőben meggyűl az ízületi folyadék. Mikor ez itt meggyűl, és ugye hátul látunk egy látható, vagy tapintható cisztát fogunk észrevenni, ugye ezt nevezik Baker cisztának. Milyen tünetekkel jár? Hát ameddig még kicsi és elfér, addig semmilyen tünetet nem fog okozni. Véletlenszerűen fogják észrevenni, ha éppen a térdet valami más miatt vizsgálják, de a fájdalom, a merevség és a dagadás, ezek a klasszikus tünetek. Fáj, merev és dagad a térdem. Ez mindig megoldás követő fázisban fog kialakulni, és a megfelelő terápia, kérem, a pihentetés, a fájdalomcsillapítás és a jegelés. Fájdalomcsillapításkor nem szteroid, gyulladás csökkentőket, fájdalomcsillapítókat értek, és nem más egyebet. Itt rengeteg dolgot találunk, a diklofenák hatóanyagú, van nátrium és kálium diklofenák, tehát voltaren és kataflám, van mindenféle más ilyen gyulladás csökkentő. Tudnunk kell, hogy a fájdalom, gyulladás és lázcsillapítók csoportjában olyan gyógyszereket fejlesztettek ki, amelyekből az egyik inkább a lázra, a másik inkább a fájdalomra, a harmadik inkább a gyulladásra hat. Az, amelyik mind a háromra egyformán hat, az a jó öreg Bayer aspirin, mert ugye nem mindegy, hogy van kikristályosítva az az acetil-szalicilsav, ami a hatóanyag. Na, nagyjából ennyit a dolgokról. Mikor én megérem azt, hogy kirekesztettek, pláne egy sportoló, hát kirekesztették a csapatból, mert ő éppen lesántult, ugye, akkor mi lesz? Még nagyobb lesz, mint amilyen volt, és hogyha már teli van folyadékkal, akkor majd közfénynek fogják nevezni, mert majd a labor ki fogja mutatni azokat az elváltozásokat, amelyek a közfényre jellemzőek. De magányosság megélése nélkül, kirekesztettség megélése nélkül nincs közfény. A mélyvénás trombózist azért hoztam ide be, mert azért ez egy nagyon fontos differenciál diagnózis, mert lehet, hogy fáj a térdem, és fáj alatt az egész lábszáram. Meg van dagadva a lábszáram. Sőt, ki van vörösödve, érzékeny érintésre is. És a feszülés miatt már zsibbadást is érzek benne. Nos, akkor itt mindig lennie kell, mondom, lennie kell egy megoldott békjó konfliktusnak is. Mert megoldott békjó konfliktus nélkül nincs vénás program, vagyis nincs mélyvénás vagy felületi vénás trombózis. Ezt értsük meg. Tehát, ha a térdizület programjával együtt, vagy attól külön egy másik emberrel kapcsolatban megélem a békjó konfliktust is, és ezek egy időben gyógyulnak, akkor a epileptoid krízisbe menthetetlenül jönni fog a trombózis. Ezt azért egyezzünk meg, hogy orvos kéne eldöntse, hogy van vagy nincs mélyvénás trombózis. Ennek megvannak a klinikai tünetek, a Prata, Tent, Rendelenburg és egyéb dolgok, amit a rendelőben már a háziorvos ellenőrizni tud, de a tudti az, ha mégiscsak az illetőt műszeresen is megvizsgálják, és lehet, hogy kiderül, hogy nem is mélyvénás trombózisa van, hanem helyre tett
egy nagyon súlyos önleértékelést, és éppen leukémiája van. Szóval a dolgokban a konkrétumot mindig a betegtől tudjuk meg, mégpedig akkor, ha őszinte önmagához, és őszinte a vele foglalkozó terapeutával, és elmeri mondani, hogy éppen mi nyomja az ő lelkét. Na, mivel tudunk segíteni még a pihentetés, a fájdalomcsillapítás és a gyulladás csökkentés mellett? Hát kérem szépen Hammer doktornak ez a csodálatos, archaikus varázsdallama a My Student and Mayhem. Ez a könyvnek a borítója itt, ami több mint 700 oldal, 7 számjegyű számba került a fordítása, ingyen elérhető a weblapon az erről szóló előadás, viszont a dallamot, az eredeti Hammeri dallamot, aki levélben kéri, annak rövid időn belül, ha jó az e-mail címe, akkor meg is kapja, tehát én elküldöm, ez biztos. Kérdés, hogy jó az e-mail címe, vagy nem jó az e-mail címe. És ha még telefonszámot se ír az illető hozzá, akkor fel se tudom hívni, vagy nem tudok egy SMS-t küldeni, hogy küldjön egy másik e-mail címet, mert nem ment el a rendszerbe. Fent látjuk a fenti képen itt oldalt azt a hangmérnöki bemérést, ami az eredeti hanganyagnak a bemérési eredménye. Itt alól látjuk azt az eredményt, ami a YouTube csatornáról ingyen letölthető, eredetinek nevezett hamisítványnak a képe. Ha megnézzük a My Student and Mayhem a gyakorlatban című előadást, akkor megértjük, hogy milyen paraméterekben változtatták meg Hammer doktor eredeti dallamát, hogy nehogy meggyógyuljanak az emberek, ha ezt hallgatják. Miben segít ez a csodálatos dallam? Hát ez valami döbbenet. Ha a konfliktus aktív fázisban vagyok, akkor mivel mezodermális a program, most aláhúzom, tehát mezodermális a program, ezért mit fog csinálni? Satúféket nyom, és nem fogom tovább sorvasztani se a térdem, se a csípőm, se semmilyen más önleértékeléssel kapcsolatos programban nem csinálok további sejtszintű sorvadást. Itt most ezt jegyezzük meg. Ez a lényeg. A kortikális konfliktusokat viszont letranszformálja. Mi van akkor, amikor már fáj a térdem, és akkor hallgatom? Kérem szépen, akkor az egészet optimalizálja, hogy legrövidebb idő alatt történjen meg a gyógyulás, és ne szenvedjünk, és megakadályozza, hogy éjszaka konfliktus recidívákat éljek meg. De mindkét esetben ne feledjük el, hogy az optikai sín az a dallamnak a hatását le fogja állítani. Tehát ha a magadságom anyámmal kapcsolatos, és anyámmal minden nap találkozom, akkor azt fogom mondani, hogy ez a dallam nem ér semmit. Mert folyamatosan fáj nekem a térdem. Ha anyámmal csak hétvégente találkozom, tehát akkor látom, hétvégenként látom, akkor csak hétfőn fog megjelenni a térdízületi fájdalom. Beszélhetek vele telefonon, az nem befolyásol. Az optikai sín azért lényeges, mert az információ 95%-át a szemünkkel gyűjtjük be. És ez sokkal, de sokkal mélyebb hatással bír, mint amit hallunk, vagy szaglunk, vagy valami. Tehát a germán gyógytudomány, amit láttuk, alapot ad a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Miért? Mert rájövünk arra, hogy nem attól betegszünk meg, amitől eddig állították, hogy genetikai, hogy nem sportoltam eleget, vagy túl sokat sportoltam, vagy ezt ettem, vagy azt nem ettem, de nem ezektől függ. Mitől függ? A fel nem oldott érzelmi konfliktusok számától, és azok állapotától függ, hogy éppen hol tartok. Tudományról beszélünk, mert reprodukálható a tudományosságnak
Ez az ismérve reprodukálható. Bárki, aki a makacságát megoldja, garantált a térdizületi fájdalma. Csak hogy, ha nem oldom meg érzelmileg a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Tehát tudhatom én, hogy milyen feloldatlan konfliktusnak mi a következménye, attól még, attól, hogy tudom, hogy megtanulom ezt a táblázatot, attól még nem fogok meggyógyulni. A végére most egy eddig nem alkalmazott dolgot tettem be. Egy GNM online ügyelet, amint emlékszünk rá, az volt a tavaly a karantén alatt. És ez alatt az 54 napos karantén alatt néhány térdizületre vonatkozó bejegyzést is kaptunk. A Nagy Kati írta, hogy hálással köszönöm a mai előadást, mármint azt, ami akkor volt, márciustól 54 napon át, megerőltetésnek és nagyszerű makacságomnak köszönhetően mind a két térdem kezdett fájni nagyon. Kibékültem magammal és a világgal, elmúlt a térfájtáson, hála nektek Réka és Karesz és a GNM-nek. Rozália azt írta, hogy mire vége lesz a kijárási tilalomnak, mindannyian új emberek leszünk. Hát remélem. És Ilának is tetszett a bejegyzése, lassan úgy el vagyunk kényeztetve minden este, hogy már ha megköveztek is, nem várom a járvány végét. Nos, akkor érjünk el az előadás végére, megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és nagyon szépen kérem, hogy egyszerre egyetlen kérdést fogalmazunk meg, és minden olyan kérdést, ami nem a germán gyógytudománnyal kapcsolatos, azt legyen szíves beseírni.